I'm always together, meg minden, itt vagyunk a barátok közt újabb részében. Ez pedig itt a Vice City-s barátok, Tommy Versetti és Lance Vance közt. Na jó, elég, ez itt a Vice City, hello, szia Borussia, ez itt a Vice City végigjátszásán 24. része lesz, üdvözlégy mindenki. Üdvözlégy új néző, üdvözlégy régi maratoni néző, és üdvözlégy mi van még? Üdvözlégy verset is néz. Vagy vers, jó, Vice-t is néző, na, jó lesz a verset is. Oké, és ahogy nézem, itt valaki már... Mi ez? Han? Sticky? Mi ez? Ez az új Boom Shine. Hát majd Phil Cassidy ezt megissza. Től még ő is kitér a hitéből, na mindegy. Akkor itt van Ricardo Diazra, ami egy nem túl előnyös kép, az igen, kurva csúnya. Na jó, ma nem kritizálom Diazt. Halottról vagy szépet, vagy semmit. Hát Diaz esetéről inkább akkor mondok semmit. Na, itt gyorsan felveszem ugye a fegyvereket, és nagyon boldog vagyok, megmondom őszintét, ugyanis megvan 99-ig rejtett csomag, srácok. Ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm Gonda Hondának. Ő az, aki leírta, hogy hol van a 99-ig rejtett csomag. Hát a filmstúdió, srácok! A filmstúdiónál én nem néztem meg. Lance nyomorult sportautója még mindig itt van. De a filmstúdiónál én még mindig nem vettem fel a 99-ig, pedig ott van. Azon belül. Igazából úgy vagyok vele, hogy na úgy van, akkor minél előbb legyen meg a 100 rejtett csomag, azokkal már ne kelljen a későbbiekbe bajlódni. És már csak egyetlen egy kell ezen kívül, és most jutott az is eszembe, hogy valamikor írt a GTA Arby, nem tudom, már 21. 2. rész körül, hogy van a filmstúdió utolsó küldetésnél, és valamit föl lehet venni, de én odáig nem akarok várni, úgyhogy ha előbb lehet, akkor megpróbálom fölvenni. Valahol annál liftes hülyeségnél, ahol már egyszer egy rejtett csomagot fölvettem. Happy winning! Jó, nem akartam elkapcsolni vissza az emotionre. Ilyen számmal kell kezdeni a részt. Én úgy vagyok vele, hogy akkor első küldi. Happy winning for a girl like you. For a Lance Vance like you. Come on, Tommy Versetti. Na jó. Akkor ugye... Mi lenne, ha nem Ocean Beach felé keménykednék én is, hanem elindulnék a... Milyen sziget az? Ja, Prone Islandre. Prone szigetére. Mondanám, hogy elég ebből a számból, de ezt egyszerűen nem tudom megunni egyik kedvenc zeném. Itt Vice City-ben, de még mai napig nem tudom, hogy merre... Jaj, szerre lesz Prone Island. Jó, most tettem ilyen kurva nagy kerülőt. Vice City, az már igen. Miért eddig hol voltam? Izé, San Andreasban, Los Santosban, CJ! My dog, oh my dog! Ó, véget ért az ennen a mindegy, wave! Itt meg dumálnak, ugyanúgy flash. Ha, milyen gangsta Zoli zene megy itt? Jó van, mennyi elinnét, akkor már inkább nagy ferót indítsunk, vérak! Yeah! Na, akkor ugye erre van Prone Island, és akkor nagyon jó filmstúdióba bemenjünk. Na, még nem a pornót veszük föl. Egyébként arra a részre kicsit különleges adással jelentkezek. Arra van az, hogy kíváncsi leszek, hogy sikerül-e valamit ott összehozom, amit tervezek. Hát, majd meglátjátok, nem árulok el előre menőleg többet. Ugye itt a filmstúdió, hát ezt még nem... De ezt már meg tudnám venni, de én még nem veszem az ingatlanokat. Itt egy más a tulaj, nem ám Schwarzeneggerék bekeményítenek. És akkor itt van benne rejtett csomag, körülnéztem videón kívül. 99 és már csak egyetlen egy kell. És hogyha az egyetlen egy meg lesz, akkor ugye 100 ezer dollárt is kapunk, ami szintén nem jön rosszul majd az ingatlanok vásárlása előtt, után, közben sem. Na. Jó, elég volt ebből a zenéből, Emotion. Most indul még csak a zene, Wave. Jó van, már nem hiszem, mert semmi zene nem szól. Jó, akkor Fever. Feverön már jó számnak kell szólnia. Na, akkor irány a Vance vállalat. Szerintem ebben a részben amúgy két küldetés is lesz. Sőt, ha már erre vagyunk, akkor lehet, hogy megcsináljuk... Hát, nem tudom. Megcsináljuk a izét?
telefonos küldít meg a Vance... A... Igen, a... Na mi az? Ja nem Vance, hanem Versetti birtok második küldetését, jó? Send my DJ, send my life! Tegnap este itt a DJ azt mondta nekem, hogy most már itt az ideje egy új Vice City videót felvenni, hogy legyen mit nézni karácsony estéjén. Ó, itt a Little Hoyt is, tajparaszt népnek is. DJ send my life. Ezután fejbe rúgtam a DJ-t. Azt mondtam, hogy be volt szívva. De jó, elég lesz. Oké, akkor itt vagyunk a reptérnél, ugye itt biztos, hogy nincsen rejtett csomag már, én mindent felszedtem. És aztán még fel... Júj! Oké. Airport, Ersanyi meg minden. International. Welcome to International. És akkor nem Schwarzeneggerrel üdvözölnek itt mindenkit. Na jó, csörög a telefon. Nigáki az elsőbség. Csoki Tibó? Nem? Ez túl drága neked? Jó, security. Még itt az a francia ember, ilyenek támadtam meg szegény Cortez, nem hiszem el, ezért kell távoznia. Miattat kellett távoznia Vice City-ből, na jó. Nézzük inkább az állat. Júj, meg ne üssél. Kitérek a hitemből, ha megütsz. Oké. És még azt hittem el, mindről a mellékküldetés. Halálos csomag. Na nem mondod Mr. Black, hogy mi ennek a csávónak a neve? Black, valami Black. Nekem úgy rémlik, GTA Wiki-ről. Na igen, kit kell megölnöm? Ugye Lance Vance-t? Ha? Nem. Oké. Okay. Fegyvereinket egyébként elveszik természetesen, trap téren. Fölveszük a snipert, hát ezt nem tudom, hogy nem veszik el. És egyébként azt nem értem, hogy itt ugye a csávónak vannak őrei. Oké, okay, hogy ezek őrök, de nekik miért van fegyverük és miért így néz ki ez a nő? Hát azért becsinálhatott nemrég szar, vagy most kell szarnia. Nagyon itt rezeg a réc nála, úgy látom. Hallod? Nincs rám légfrissítő, úgyhogy gyorsan szaladjál el. Pampers Baby aktív sincsen. Elfogyott. Na, úgyhogy sportszeletet ne itt rak ki. Na, oké, távolság. Távolság. Ez egy soha nem meglévő táv. Olság. Ja, nem kéne túl közel menni. Oké, elindult lefele. Egyre csak közelít. Közelít. Még jobban közelít. Én ezt már nem bírom tovább. Nem bírom ezt a nagy nyomást. Eddig tudunk zoomolni. Ó, még egy járkáló. Megharap. Ha menj félre, megharap. Ja, ezt lehet nem kellett volna. Jó, ide felugrunk. Jó, itt csak nem üt meg. El is menekült. Hát tudja, hogy Tommy Versettivel nem illik szarakodni. Júj, távolság, ez pont aktuális. Oké, ugye az öreget kell lelőnünk. Sikerült is, és most gyorsan föl kéne venni a táskát, csak ezt az őrt lelövöm. Ó, de gyönyörű volt. Fejlövés. És miért nem vettem fel a snipert amúgy? Úgy utálom, hogy sokszor nem veszi át, mikor, vagy nem veszi fel, mikor átfusz rá, hogy ne lőjél már! Te nem vagy Schwarzenegger, és nem is lehetsz az, nem is leszel, és nem is voltál. Vissza az én sniperemet. Eddig is ilyen sniperem volt. Az fasza. Na, júj! Üssél még el, Schwarzenegger! Ha hol érzed magadat? 1980... Ja, mondjuk Schwarzeneggeres korban vagyunk, jó. Add ide a taxit, de miért nem Kaufmann a taxival vagy? Na jó. Itt úgy tudom, hogy van valahol egy körözés csökkentő... Ja, hogy ez nem a Vice City Stories, oké. Okay. Ott van egy ilyen ugrajtós szar, és ott van egy körözés csökkentő csillag. Itt még azt a ultravidítést is elvették tőlünk, köszönöm szépen. Rockstárosok. Ja, hogy amikor volt az alap Vice City, akkor még sehol nem volt a Vice City Stories. És Vic Vance sem. Júj! Hát kitérek a hitemből, nem mentek haza. Júj. Sentinel, őrszem X-es. Nem! Robbansz föl, ilyen akciófilmes el. Haladtunk mellette. Júj. Sokáig voltak azért néha, nem sokáig, inkább úgy mondom, néha voltak ezzel régen még fénykoromban gondok. 90-90 Love Balloons, de miért ilyen halkan szólt? Na mindegy. Wave-től már megszoktam, hogy halk. Milyen nyúl pop? Júj, Flash!
and FM. And a dance two more. Jó van, dance-elj másnak. Na, Fever. Sietni kéne, mert nem túl sokáig húzza az a Sentinel-es. Ó, még lőjél is! Nem hiszem el! Ennyi a nagy patikába vegyél Sifu-t inkább, na! Gyorsan már! Ha nem... Júj! Anyát, picsáját! Ne baszakodj velem! Ha-ha-ha, ennyi volt! Vége van a dalnak, na gyorsan már csak egy új kocsi kéne. Ezeket elintéztem, de nekem nincs kocsim. Nem látod mi ez? Júj, elnevüssé Schwarzenegger, nem tudom mit csinálok, hogyha elütsz. Márti, nyugodjál piában, de most egyszer segítsél már nekem. Én nem vagyok nagy piás, mint te, de itt is van valami ködös. Ja, hogy itt se a Vice City Stories-ben vagyunk, fasza. Fasza, itt egy kicsit arrébb van a ködös csökkentő csillag, odáig nem tudunk elfutni. Jármű kell! Mindjárt megfordulnék és képükbe küldenék egy vazukalőszert, ja, hogy nincs sem az se. Oké. Itt nincs körözés csökkentő csillag? Nincsen, nincsen, akkor is megszerzem a magam körözés csökkentő csillagát. Júj! Leg ne lőjenek. Júj! Add ide a Washingtont, ne add ide. Akkor 17 év baszódjál meg, Washington. Add ide a Sentinel-t, az őrszem mentsen meg. 9 éven van, a jó kurva anyád. Ez az, jön egy csita. Gyere! El ne üssé, Csoki Tibó, azt kéne még. Jó! Köszönöm! Menj haza, Schwarzenegger, hol érzed most már magadat, amigo? Temptőmány... Jó, ebbe a zenéből is elég. Most valami megnyugtatók el, Flash. Nem romantikázunk, Billie Jean. Hol a szív? Ott a szív. Gyorsan! Jó. Ez néhány dolláromba fáj, de... Semmi gond? Csöves bátyám, így áll egyet. Még gyere nekem, jó. Levisszük azt a körözést, nem szarozok. Hol van a csillag? Hol van a csillag, Umberto? Akkor is levizem azt a körözést. Ja, hogy itt sem a Liberty City Stories-ban vagyunk, ott is van itt egy körözés csökkentő csillag. Ott lesz egy ugrajtó és ott lesz, és az a különleges ugrajtó, szóval azt amúgy is meg kéne csinálni majd, valamikor. Én rendesen viszem le a körözést. Nem futom adok meg, pár Schwarzenegger, nekem nem akadály. Hol az ugrajtó? Itt az ugrajtó. Add ide az ugrajtót, na menj félre, Schwarzi. De nézd már! Csoki Tibó meg ott lopott valamit. Jó, levittük, de a különleges ugrajtás nem lett meg. És a kocsi? A kocsi viszi tovább. Ó, csita! Menj már haza! Jó. Te már nem mész haza, meg ti sem, mocskos haitiak. Na, oké. Irány a csillag, hal, sziget. Starfish Island. Jövök! Húha. Hú, ez a csita már nem húzza sokáig. Menj már el innen, te már pont csita voltál csak. Meg Kuba Hermeszt is eltüntették, nem hiszem el. Jó van, Billie Jean, elég volt belőled is. Fever. Ja, baszki! Ilyen szar sem lehetek már. És ide jövök a villám, az érted? De bolond vagyok. Te már azt hittem, hogy ide kell jönni, itt lesz a vége a küldetésnek. Jaj! Na miért csinálod velem ezt? Menjetek a gránátba, készítők, nem hiszem el. Hú, most sem viszont ideáll egy Schwarzenegger, aztán nekem tényleg lőttek. Weaver, Weaver. Vérak, Emotion. Oh, kippon loving. Oh, drága copyright. De miért érdemelnék mindig copyrightot? Na jó, elég. Nem merem, elnézést, srácok, szívesen hallgatnám. De akkor vissza Billie Jeanhez, én nem merem hallgatni a Keep On Loving You-at, hiába most már kettesen van, hármas helyett a rádió. Nyomorék YouTube ezt is befogná. Billie Jean, am I now? Jó, mi, ez pánt a szó? Akkor Vera is jó. Jó, kell egy kis rock, yeah! Oké, ez pánt a szó, is kell. Tűrűrű, ez milyen rati zenét tettek ezek ide. Vá! Hú, kicsit forró a pite! Menj már haza! Almás pite, jó. És meghalt az eladó. És ha én most itt venni akartam volna valamit, magnumja volt, hülye vagy. Ingyen fegyver. Jó, mondjuk a házamnál is van, csak nem adja be a körülést. Na,
Így szerezhetek ingyen magnumot. Ennyi. De miért nem mondod, hogy manana vagy bombin? Bombin vagy manana? A nagy kérdés. Itt most leállítom a felvételt és döntsétek el. Na jó, nem viccelődünk. Ne, akkor marad a manana. Gyere ide. Ne haragudj, bombin. Vagy bombin. Ó, még Schwarzenegger. Ennek hátul is van szeme? Self-control, másik kedvencem. És ez már nem copyright gyanús, eddig erre még egyszer se kaptam copyrightot. Várjál, rendőrautót, azt megmondom, hogy őszintén nem akarok a garazsomba tárolni, megmondom, hogy miért. Már hogyha alapból megcsinom én a rendőrs küldiket, nekem az erről az elképzelésem, hogy akkor az úgy lesz. Először is Szabra, gyere ide. Nem bírom tovább, és eltüntetik a Szabrét, érted? Lance Stalker meg nem kell. Tehát az nekem az elképzelésem, hogy hármas körözésnél jönnek, azt hiszem, azok az FBI, nem az FBI-sok. Na, azok a beépített hülyeségek. Az a beépít, jó, nem tudom, most nem jut eszembe, mert nem erőltetem. Tehát a lényeg, amelyikkel csitával jönnek, és ugye az, azzal is meg lehet csinálni a rendőrös küldetéseket, én úgy tudom. És akkor az sokkal praktikusabb megoldás rá, mint mondjuk a tank. Tankkal is mehetnék, de kurva lassú. Ennyerővel kiszállok, és mindig annál szarrá lövök mindenkit. Úgyhogy szerintem maradunk annál a csitánál. És Laura Brenningentől szóljon a self-control! Refrém! Ho ho ho! Nem bírom ki, hogy ne szólja bele a refrémbe, na mindegy. Ho ho ho! Ho ho ho! Ó, Hermes szar vagy! Nekem izékén kellett volna Kuba Hermes. És itt a nagy milliómosok szigetén berobbanok egy mananával, az konkrét. Na jó, fegyvereimet nem töltötték vissza, de... Jó, hát akkor újra fölveszem. Először ez kell, ugye már az előző részben elég szépen meghaltam. Jó. Oké, és nem hiszem el mindig, hogy csak egyetlen egy rejtett csomag kell. Amúgy 8000-et kaptunk, nem? Erre a küldire. Király. Jó, én itt nem leszek szar, de szar leszek, mentek egyet. Menteni kell, mert szarban lehet a haza. Na, hova mentsünk? Mentsünk most akkor egyet a hármasra. Fasza, oké. Jó, király. Minden, ja, M4-est azt most nem veszük fel, nem húzom azzal is az időt. Nézzük akkor! Az érdekes átvezető, hogy ja, itt fog valahol piálni lesz, aha. Meg egy emberünk, na, figyeljük. Barharc. Ez megy munkaidőben, itt piálunk, srácok, lányok. Mi, és akkor mi van? Megoldod? Te azt a megoldod? Ezt nem vezette itt? És eltaláltam, bazd meg. Nem tudtam mondani, hogy Tomi ezt fogja mondani. Ti ketten most velem jöttök? Let's go! Pop and roll. Ezt neved megoldásnak? Lance Vance, Dance, Chance. Az ott mit csinál? Azért mondom. Semmi buzás. Na, elviszük a szentit. Júj, nem a mananát. Ebben nem szállható be ez. Nem méltó kocsi. Ti maradjatok a perénialnál, jó? Ez már kicsit drága mulatság lenne nektek. Na, flashen ugye még nincs vége a self-controlnak. Á, nem hiszem el, jó, emotion. Tegyünk be egy kis emotion-t. Ti milyen zenéket szerettek? Nem látom az arcotok, nem látom az arcokon a nagy felpesdülés, pedig még Sweet is itt volt. Úgy láttam, hogy egy Greenwood megy előttük, de nem zöld volt, úgyhogy ez nem lehetett Sweet. Ez maximum valamilyen spanya lehetett csak. Ó, még előtön. Ó, nekem kell mindenki, aki jelenleg itt a pénz a Vice City-ben. Volt nála vagy 10 dollár, de nem baj. Ó, jó, azt már. Azt tartsa meg borra valónak, Tomi meg már itt izé, hát. Azt kap föl te ott. És amúgy az a durva, hogy ezek átsétálnak így a pénzen. Fasza, na mindegy. Akkor Lance, ezt nevezi megoldásnak. I am dying. Tonight. Na na na, ez copyright gyanús. De miért ilyen halk a wave? Nem értem. Mindegy, flash. Flash, flash. Call me. Oké, okay. SMG elő. Juhuhuj, kevesek vagytok ti, de csírák. Ennyitől nem fog kifeküdni Tomi verset, azt hittem már befagytunk megint. De nem, jöjjön a kemény tulaj. Igen ám. Megint ilyen francia csíra, nem hiszem el. Aha,
fogd rájuk. Nézd már, az meg ott copja. Nem tudom, láttátok-e? Az igen. Az konkrét. Jó, erre jön kapod, nem mondjak semmit. Befelé! Gyerünk, Bobby. Meg Sanyi. Na, indulunk. Jó, váltunk zenét, Fever. Te jó kis izét szeretitek? Mulatós? Az nincs Vice City-ben. Ó, még... Csöves, bátyám, ilyenkor tud futni. Ilyenkor menti a izét. Szoros. Jó, nem mondok semmit. Oké, oda berobbantunk, azt most mondom. Még ha eltalálnám, és jó, mondjuk eltaláltam. És itt egy nagyon kemény epic robbanás lesz. Júj. Júj, júj. SMG elő. Ó, fegyver meg lett. Ez nem tudom mi robban itt. Itt soha nem értette, hogy mi robban. De oké. Billie Jean, na gyorsan befele. Azonnal, az igen, valakit itt rohadt gyorsan körberajzoltak. Elég gyorsak itt. Itt aztán nem hangyák járnak Vice City-ben. Bár is sok hangya hordta el innét, vagy rajzolt a körbe. De jó, gyorsak a halott szállítóak, na mindegy. Emotion. Ez is jó zene, csak nem tudom most a nevét hirtelen. Na oké, szóljon ez a szám. Ricardo Diaz emlékére. Amúgy ezeknél M4-es van, én úgy tudom. Úgyhogy ezek már nagy kemények. Azért mondom én. Hol vagy? Busanski, ennyi voltál. Ezek meg itt elpárologtak rohadt gyorsan. Add ide a PC-jédet. Ezt le is mentjük a garázsba, hogyha nem pont PC-jé van ott. OBF injection. Ó, ennek kilőtték a kerekét, akkor lecseréljük a sárgára. Ja, hogy ez Mombin volt. Akkor már itt Daily Bab volt, vagy nem tudom. De én BF injection-t láttam, komolyan mondom. Lehet mondjuk rohadt gyorsan eltüntették, aztán oda rakták a Mombin, de mondom, én BF injection-t láttam ott. Méghozzá úgy tudom pirosban, és akkor most call me. Ne call me Zalance Vance. Na, oké. Na itt már tényleg BF injection volt, és ha most visszapillantunk, már nincs ott semmi. Most még úgysem. Flash FM. It's the best. Jó van, menj már haza szőke cigányba. Jó van, semmi rasszizmus. Nem azért, de... Csak idéztem egy videóból. Mister! Egykerekezzünk? Ja, a Tomi versetti, nem egy nagy motoros. Ja, hogy már haza is értünk, én majdnem azt hittem, hogy nekünk a házunk. Az nem ezen a szigeten van, mindegy. Nézzük, mit tároltam a garázsban. Ó, mentős kocsi, tökéletes mellé. Akkor tank most nem lesz tárolva itt, jó? Srácok, majd veszünk egy másik garást ennek a tiszteletére. Bár így lehet, még így is elfér a tank. És még hívnak is, ki az? Ó, még Lance! Ó, még nem jól bánok! Az igen. Még nem jól bánok vele. Nem ezt érdemli. Mit érdemelnél, te csírafos? Nem, te a csicskás fiúm vagy, na. Vagy lányom, vagy mi vagy te. Semleges, na, jó, bolondként kezellek. Mert bolond is vagy, Lance. Nem szúrlak hátba még, jó? Majd gyomorba szúrlak néhány hónap múlva. Bíz bennem. De én nem bízok benned. Figyelmeztetlek, hogy egy-két napon, vagy hónapon, vagy héten belül lezajár az időt. Pihány néhány napot, jó? Na. Pihánsz egy napot, mert holnap, már csak holnap veszem fel a következő részt. Ami nem is itt lesz, hanem kint lesz. Az utolsó verset is rész lesz, és ha ezt megcsináljuk, utána már dőlni fogom ugye Manny is. Az első befektetésünk meg lesz a versetti birtok, oké. Akkor itt rész végére fölvesszük az M4-est, ugyanis ez lett volna a Vice City végigjátszásának 24. része. Shotgun és M4-es is fölvéve, jó, megint jól állunk viszonylag fegyverügyileg. És akkor legközelebb majd innét fogjuk folytatni. Szerintem ennyi, amit mondani akartam. Ja, most pont nem naplementem, van mindegy. Akkor ezt a szép vizet mindig meg kell nézni egyszer. Oké, mentsünk. Harmadikra mentenék. Mariska nénike. Oké. Na, én nem lettem volna, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor like és iratkozz fel.
nem sokára folytatódik a Vice City végigjátszása. Ennek az űrgének még kiosztják egy fejes, de átmegy a falon, ezért ő szerencsés túlélő. Na mindegy, én mi voltam. Legyetek jók, sziasztok. Ja, és így megmutatnám a tévé, amit Diaz elfelejtett bedugni a konnektorba. Most én is bele kell lőjek párat. Jó, van, kemény tévé, ez nem mindegy. Sziasztok. Ó, várjunk, nem sziasztok. Mi ez? Ja, ez ilyen fos. Azt hittem már célhelikopter. Mi ez, activity? Nem. Ez action heli, az igen. Mennyibe került? Nézd már, Lance még társas játékozik. Úha, na jó van, tényleg most már. Sziasztok, ezt szétvágom. Nem fog itt játszadozni munkaidőben. Na csó. Csá, csó, Borussia.